A cél az, hogy benn maradjunk. Nagyon nagy öröm volt, hogy a Békéscsaba feljutott. Ugye kötődöm a csapathoz, helyi vagyok, úgyhogy kíváncsian várom, hogy fognak szerepelni. Nagyon örültem neki, amikor láttam, hogy van esélyük a feljutásra. Jelenleg úgy érzem, hogy azt játszották, amire ők képesek. Nekik még erősödni kell, még látom, hogy igazolgatnak folyamatosan. Hát visszaálltak egyértelműen, kihasználták a hibáinkat, azt hiszem kettő volt talán csak, azt kimenetlenül kihasználták, úgyhogy ebben úgy néz ki, hogy jók, de én úgy gondolom, hogy játékban még fejlődniük kell. Mondta ezt annak ellenére egykori csapatára az Újpest válogatott védője, hogy a fővárosi lillafehérek 2-1-re kikaptak a Békés Csabától. A viharsarkiaknak ez volt az első felkészülési mérkőzésük. A csapatban a próbajátékosok közül Damjanovicsot, Fildant és Korudzsievet is nevezték a meccsre. A nyári átigazolási időszakban szerződtetett Fábio, Lackó, Punosevac trió azonban nem kapott szerepet. Hát úgy döntöttük, hogy őket még először fel kell építeni arra a szintre, hogy tudjanak meccselni, mert hogy nagy kihagyás, vagy hosszú kihagyás volt, úgyhogy egyik se nem játszott ma reggel edzésen vettek részt, úgyhogy majd jövő hétről kezdve, akkor majd közelebb fognak állni a csapathoz, és többet fognak játszani. Megnéztük a Finland a kapust, ami azt mondom, hogy látszott a magabiztosság. Hiszem, hogy azokat a dolgokat, amit akartunk tőle megnézni és látni a meccsen, azt láttuk. Georgie játszott a középpályán, ő vele is meg voltunk, vagyis meg vagyunk elégedve. Persze most jön a része. Nagy Anni játszott a jobb oldalon, és próbajátéka volt. Hát ebben a pillanatban mondom, le fogunk ülni velük, és majd elkezdjük a tárgyalásokat, de mindegyikkel a három játékosan meg vagyunk elégedve. A mérkőzésen is szóhoz jutó három próbajátékos mellett akad még kiszemelt, akikkel megerősítenék a másodosztályból feljutott csapat keretét. Például Ugrai Rolanddal, akit a Ferencvárostól csábítanak Békés Csabára. Itt a Ferencváros is beleszól, és ők rájuk várjuk, hogy nézzük meg, hogy döntsék el, hogy mit akarnak, melyik irányba akarnak vinni. De abban a pillanatban kapunk zöld világítást, hogy mehetünk, akkor mindenféleképpen szeretnénk vele fölvenni a kapcsolatot, és tovább szeretnénk ezt a tárgyalást folytatni. A Békés Csaba egy évtized után jutott vissza az élvonalba, és nem átszálló jegyet szeretnének. A biztos bennmaradás a cél. Tudjuk, hogy 12 csapatos bajnokság, ami nehézíti a szituációt, de mindenféleképpen nekünk nagyon rá kell készülni. Tudjuk, hogy egy nagyon nehéz bajnokságra van jön a sor, úgyhogy a cél az, hogy bennmaradjunk. A Békés Csaba a következő felkészülési mérkőzését július 1-én játssza a budapesti Honvéddal, szintén a fővárosban.